estét kívánok! Az olasz hatóságok szerint több mint 40 ember fulladt a tengerbe Szicília partjainál, akik egy felfújható csónakkal akartak Olaszországba hajózni. A lélekvesztőjük azonban elsüllyedt, a szerencsétlenséget 4 ember élhette túl. Líbiai hatóságok pedig több száz illegális bevándorlót fogtak el az észak-afrikai ország partmenti vizein. 2 napja mintegy 400 sorstársuk a tengerbe veszett, miután az őket szállító hajó felborult. A 150 túlélő megdöbbentő körülményekről számolt be. Drámai történetekről mesélnek azok a bevándorlók, akik sokszor több ezer kilométert tesznek meg azért, hogy Európába jussanak. Már az elején elvették a pénzünket, majd egy szűkös szobába zártak be hosszú időre, ahol egy darabka sajt és valamicske kenyér volt az élelmiszer adag naponként. Ez egyenértékű volt a kínzással. Ráadásul folyamatosan inzultáltak és fenyegettek bennünket, mondja egy szíriker pár egyik tagja. Ha a Közel-Keleten maradunk, az a biztos halált jelent. Tette volna. Így legalább valami esélyünk volt a túlélésre, teszi hozzá testvére. Az ikertestvérek más illegális bevándorlókhoz hasonlóan maguk is a földközi tengeren keresztül érkeztek Olaszországba. Mint mondják, a 3000 kilométeres út egyik legnehezebb szakasza, a tengeren történő átkelés 15 órája volt. A migránsokat sokszor hajónak sem nevezhető lélekvesztőn szállítják a csempészek. Emberi jogi csoportok csupán becsülni tudják, hányan vesznek a hullámsírba. Közben a líbiai partoknál a hatóságok elfogtak közel 260 illegális bevándorlót, akik Európa felé tartottak. Az elfogottak többsége afrikai országokból érkezett. Őket most egy misrátai menekülttáborba vitték, nyilatkozta egy helyi tisztviselő. A hételei tragédia kapcsán most megszólalt az a segélyszervezet, amelyik elsőként számolt be arról, hogy egy Olaszországba tartó, menekülteket szállító hajó felborult a tengeren. A szerencsétlenségnek legkevesebb 400 halálos áldozata van. Sokuk számára, különösen az Eritreából érkező menekültek számára nem Olaszország a végső úti cél, hanem más európai országokba tartanak. Valószínűnek tartjuk, hogy mostani helyükről meg fognak szökni, hogy valamelyik skandináv állam területére jussanak el. Ez olyan probléma, amivel egész Európának meg kell küzdenie, mondja a szervezet szóvivője. Arról is beszámoltak, hogy a túlélőkkel most pszichológusok és tanácsadók foglalkoznak, hogy segítsék feldolgozni a tragédiát. Az olasz hatóságok közlése alapján csak az elmúlt héten mintegy 10 000 menekültet mentettek ki a tengerből. Kedden 12 különálló művelet keretében 1511 embert emeltek ki a hajókról. Becslések szerint csak tavaly csak nem 220 000 menekült érkezhetett Európába a földközi tengeren keresztül. Szégyenteljesnek nevezte egy török miniszter azt, hogy az Európai Parlament képviselői egy határozatban arra szólították fel Ankarát, népirtásként ismerje el azokat a rémtetteket, amelyeket az Oszmán Birodalomban 100 évvel ezelőtt követtek el örmények 100 000-ei ellen. Az EP szerint a tragédia közelgő 100 éves évfordulója kapcsán kiemelkedő lehetőség adódik a múlt feldolgozására és a két nép közötti megbékélés elősegítésére. Nurettin Canikli kereskedelmi miniszter viszont úgy fogalmazott, politikai döntésről van szó, egy igazi fiaskóról, ami szégyen Brüsszelre nézve. Őrizetbe vette a rendőrség a brazil munkáspárt kincstárnokát a Petrobras energiai ipari óriáscég korrupciós botránya kapcsán. A kormányzó párt pénztárnokát São Paulo-i otthonából vitték el. Sajtóértesülések szerint vesztegetés, valamint politikusoknak folyósított illegális jutalékfizetés és pénzmosás ellene a vád. Brazíliában már több mint 100 gyanúsított ellen folyik eljárást. Több tucat politikus is a vádlottak padjára kerülhet. Feltételezések szerint a Petrobras koncern tisztára mosott pénzekkel finanszírozta a Dilma Rousseff elnök két legutóbbi kampányát is. A saria részleges bevezetését követeli Malajzia egyik tartományában egy iszlamista párt. Az arabul hududnak nevezett törvénykezés értelmében akár nyilvánosan is megkövezhetnek valakit házasságtörésért, levághatják a kezét lopásért, a férfiakat és nőket pedig mind jobban elkülönítenék.
Megosztja a maláj társadalmat annak az iszlamista pártnak a javaslata, amely a szigorú iszlám törvénykezés, a sária részleges bevezetését követeli Kelantan tartományban. Amiben a vallási tudósok egyetértenek, azt nem lenne szabad megkérdőjelezni. A közvélemény bevonása bonyolultá teszi a dolgokat. Annyira sokféle vélemény van, mondja egy piaci árus. A magam részéről hiszek az iszlám törvényekben, de ez nekem akkor is szélsőséges. Hogy találjon magának munkát az az ember, akinek levágták a kezét? A büntetésre vannak börtöneink. Végül is abba is bele kell gondolni, hogy az emberek megváltozhatnak, megbánhatják a bűneiket, mondja egy másik boltulajdonos. Az iszlamista párt ugyanakkor kiáll az úgynevezett hudud bevezetése mellett. Ha levágják a tolvajok kezét, akkor az államunk biztonságban lesz. A bűncselekmények száma csökkenni fog. Ezt Allah ígérte meg, mondja a párt egyik tisztségviselője. A szervezet arra hivatkozik, egy felmérés alapján a helyiek 90%-a támogatja a törvényjavaslatot a hudud bevezetéséről, amit egyébként a tartományi gyűlés már megszavazott, és most szövetségi jóváhagyásra vár. Az Allah ellenes bűnökként apostrofált cselekedetekért a törvényjavaslat brutális büntetéseket szab ki, házasságtörésért akár nyilvános halálra kövezés, lopásért kézlevágás járhat. Kelantanban egy sor, az iszlámmal összhangban lévő törvényt már sikerült keresztülvinni. Az éjszakai mulatókat bezáratták, a köztereken külön padokat állítottak a férfiak és nők számára. Malajziában a tartományi ügy az országos érdeklődés középpontjába került. A kormányfő még nem foglalt nyilvánosan állást a kérdésben. Najib Razakot egyébként iszlám kérdésekben mérsékelt nézeteket valló politikusként tartják számon. Radioaktív anyagot lophattak el Mexikóban. Az ország hatóságai egy iridium izotópot tartalmazó konténert keresnek, ami egy kamionról tűnt el. A sugárzó anyag akár órákon belül is halált okozhat, ha valaki védőfelszerelés nélkül közelíti meg. Közben Mexikóban félmillió ember maradt ivóvíz nélkül egy olajszennyezést követően. A múlt héten ismeretlen tettesek felhasítottak egy olajvezetéket, amiből az olaj egyenesen a Sierra folyóba ömlött. A hatóságoknak 4 vízkezelő létesítményt kellett lezárniuk, még napokig százezrek lesznek ivóvíz nélkül. Kitört az Ubinas vulkán Peruban. A tűzhányó mintegy 3,5 kilométeres magasságba lövelt ki hamufelhőt. A geológusok már órákkal korábban földmozgást észleltek, amiből arra következtettek, hogy a tűzhányó belsejében növekedésnek indult a magma szintje. A vulkán mintegy 1,5 kilométeres körzetében kőzápor hullott. Szakértők attól tartanak, hogy a hamu egészségügyi problémákhoz vezethet, a terményekben pedig komoly károkat okozhat. Tűzvész pusztít Szibéria déli részén egy engedély nélküli tarlóégetés következtében. A térségben már csaknem 50%-an meghaltak. Közülük 29-en Hakaszföldön, ahol a sérültek száma is több százra emelkedett. Közben tömegek veszítették el otthonukat a lángok miatt, amik termőföldeket is felégettek. Lakóházakat oltanak a tűzoltók a Bajkálon túli határterületen, ahol a lángok már több mint 574 négyzetkilométert perzseltek fel. Csita városának környékén több mint 5000 ház égett le. Hétfőn 3 embert szállítottak kórházba égési sérülésekkel. A hatóságok repülőket, helikoptereket és több mint 2000 tűzoltót küldtek a térségbe, hogy megfékezzék a lángok terjedését. A környéken hatalmas füst borít be mindent. Meggyulladt a gyep. A szomszéd kerítése alatt volt egy rés, azon terjedt át a tűz. Először a fürdőre, amit nem tudtak eloltani, utána a házra is. A tetőfedő anyag darabjai 100 méter messzire repültek, meséli ez a férfi. Oroszországban legutóbb 2010-ben pusztítottak erdő és tőzek tüzek. Akkor lakóházak ezrei égtek le, és sokan meghaltak. A mostani tűzvész által okozott anyagi kár a mezőgazdasági minisztérium szerint meghaladja a 3 milliárd forintnyi összeget. A hatóságok korábban azt állították, megfékezték a tüzet, de a szárazság és az erős szél miatt a lángok újjáélettek. Kigyulladtak az erdők az Amur folyó mentén, a tűz pedig átterjedt a Kínához tartozó belső Mongóliára is. Látványos képeket tett közzé egy Las Vegas-i repülőtér arról, hogy a repülőgépek csak imbolyogva tudtak leszállni a kifutópályákon a hét elején. A gépek landolását erős, oldalirányú szelek nehezítették meg. A British Airways egyik járatának pedig egy kaliforniai reptéren kényszerleszállást kellett végrehajtania. A közel 90 km/h szelek miatt a látótávolság sokszor erősen lecsökkent.
egy csíkosra festett ház okoz közfelháborodást London egyik elitnegyedében. A Kensingtoni otthon tűzfala állítólag a helyi önkormányzat egyik határozata elleni tiltakozás jegyében lett piros-fehér. A ház tulajdonosa ugyanis korábban le akarta rombolni az ingatlant, hogy egy másik épületet húzzon fel a helyére, ám az önkormányzat ezt nem engedélyezte. A szomszédok most azt mondják, az egész környéket elcsúfítja a szokatlan színezés, de beszámolók szerint nem sokat tehetnek, mivel a piros-fehér csíkozást egyetlen törvény sem tiltja. Franciaországban kihajózott az Hermione. A 18. századi korhű három árbócos fregatt a tervek szerint szombaton indul el az Atlanti-óceánon keresztül az Egyesült Államokba. 56 önkéntes és 17 profi tengerész irányítja a hajót. Az Hermione egyébként pontos mása annak a hajónak, amelyik Lafayette tábornokot szállította 1780-ban, aki később részt vett az amerikai függetlenségi háborúban. A most vízre bocsátott hajót 18 éven keresztül építették. És ez volt a világhíradó csütörtök este, holnap reggel 6:30-tól híradóval várom majd önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!